Sziasztok! Ez a videó arról szól, hogy mit tudunk tenni annak érdekében, hogy kutyánk maximálisan ránk figyeljen. Az emberek általában akkor próbálják megoldani a helyzeteket, amikor benne vannak. Nem gondolkodnak előre, hogy egy tréning kell, hogy megelőzze azt a végeredményt, amit mondjuk másoktól látnak, és nagyon könnyen azt mondják, hogy hát de a kutyám nem figyel rám. Nagyon sokan mondják, hogy a kutyám buta, vagy a kutyám türelmetlen. Legfőképpen a koncentrációval szokott a legnagyobb probléma lenni. Minden olyan problémán, amire az ember azt gondolja, hogy a kutya ilyen, azon lehet dolgozni kisebb vagy nagyobb sikerrel, ugye ez nyilván attól függ, hogy milyen problémáról van szó. Viszont a figyelem és koncentráció az a lehető legjobban megtanítható a kutyának. Tehát ez nem függ attól, hogy most kutyánk agresszíve vagy félénk. Teljesen mindegy, a végeredmény az, hogy figyeljen ránk a kutya, meg tudja tanulni az összes kutyafajta. Akár keverék, akár fajta tiszta, akármilyen fajtáról legyen szó. Na de hogyan tudjuk neki megtanítani azt, hogy figyeljen ránk, amikor mi szeretnénk? Először is azt kell figyelembe venni, hogy a kölyök kutya mindig tanul. Nagyon sokan azt gondolják, hogy meg kell várni egy gyerekkort a kutyánál, hogy a kutya azt csinálja, amit szeretne, és majd belerakni feladatokba, majd akkor ráérünk tanítani, hogyha nagyobb lesz, hagyjuk őt élni, hagyjuk őt játszani. Igen ám, de a kölyök onnantól, hogy megszületik, folyamatosan tanul, ahogy mi emberek is. Ezt nagyon sokszor szoktam hangsúlyozni, hogy mi is mindig tanulunk a környezetünkből, csak észre se vesszük, tehát ez ilyen tudattalan tanulás. Illetve a kutyák is ugyanígy tanulnak a környezetükből, és ők sem tudnak róla, ez egyszerűen így van kitalálva. Tehát ha innen nézzük, hogy a kutyák onnantól kezdve tanulnak, ahogy megszületnek, így már mi is sokkal tudatosabban állhatunk a kutyákhoz, és bevihetjük a játékos tanítást már onnantól kezdve, hogy a kutyánk hozzánk megérkezett, tehát 8 hetes kortól el lehet kezdeni a tanítást. Míg a figyelem koncentrációt nyilván egy 8 hetes kutya nem fogja tudni, illetve nem fog tudni úgy koncentrálni, de elkezdhetjük megalapozni a 8-9 hetes kiskutyával azt, hogy a későbbiekben hosszabb, huzamosabb ideig tudjon ránk figyelni, ránk koncentrálni, illetve erről fogok ma beszélni és megmutatni, hogy vezényszóhoz kötjük ezt a figyelmet és koncentrációt, hogy bármikor tudjuk kérni a kutyánktól a figyelmét. Először is megtanítjuk kutyánknak, hogy vezényszóra a szemünkbe nézzen. Ha már a kutyánk tudja a nevét, akkor azzal is kezdhetjük, hogy kimondjuk a nevét, utána a szembenézés vezényszavát, klikkelünk és jutalmazunk. Ha nem használunk klikkert, akkor használjunk egy szót, amivel megerősítjük, mondjuk szuper vagy azaz, és utána adjuk oda a jutalomfalatot. Kezdjük mindezt otthon, azaz ingerszegény környezetben. Először bent a lakásban, mi Tajival a videón már kint vagyunk a kertben. Itt hallja a környékbeli kutyák ugatását is, illetve különböző zajokat, fűnyírót, autót, gyerekkiabálást, nagyon sok mindent hall, ami elvonhatja a figyelmét, de először mindenképpen bent a lakásban kezdjük, és majd amikor ott nagyon jól megy, akkor már kivihetjük őt a kertbe. Ha már úgy megy a szembenézés, hogy kutyánk több másodperce is tudja tartani a szemkontaktust, akkor elkezdhetjük zavarni őt. Méghozzá először úgy, hogy a jutalomfalatot a kezünkbe veszünk, kitartjuk egy picit oldalra, és vezényszóra kérjük a szembenézést. Nyilván ehhez tudnia kell már a kutyának, hogy a vezényszóra a szemünkbe kell néznie. Következő feladatunk, hogy ingergazdag környezetben folytatjuk a gyakorlást.
Viszont itt a videón már bevetettünk egy újabb zavaró tényezőt, a labdát. A labda eleinte természetesen elvonhatja a kutya figyelmét, de vezényszóra fel kell, hogy vegye a szemkontaktust újból. Ingergazdag környezetben gyakorolhatunk más zavaró tényezők mellett is. Itt a videóban jól látható, hogy egy kisgyerek futott el mellettünk, és vezényszóval magamra tudtam irányítani a kutyám figyelmét. Ezek mellett gyakorolhatjuk még a távoli szembenézést és koncentrációt, de természetesen ezt is otthon kell kezdenünk ingerszegény környezetben. Összefoglalva tehát, tanítsuk meg kutyánknak vezényszóra a szembenézést, kérjük egyre ingergazdagabb környezetben. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, lájkold, vagy iratkozz fel csatornánkra, ha eddig még nem tetted meg, és ne felejtsd el bejelölni azt a kis harangocskát, hogy azonnali értesítést kapj a videó feltöltésekről.